Sziasztok, üdvözlök innen mindenki Debrecenből. Debrecen Fatelep állomás, a Zsuzsi vasútnak a végállomásán vagyok éppen. És már itt állnak benne a vagonok, a legelső biztos megy, tehát abba szálltam föl, plusz abban a bicikli szállító is. Úgyhogy terve az, hogy a végállomásig elmegyek a Zsuzsi vasúttal. Hamarosan az MK48-as ide fog jönni, ha jól láttam, akkor MK lesz majd a vonógépünk. És 9.30-kor innen fogunk indulni. Egyébként látjátok, ilyen négy tengelyes kocsik vannak. De majd én a legelsővel fogok menni. Aztán majd nyilván az is a terv, hogy a hármas egy végállomás után még megyek tovább. Hogy meddig az majd kiderül, mert egykor ez a Zsuzsi vasút, ez nyílbéltekig elment. Hát most az nem valószínű, hogy addig eljutok ma. Az idő se olyan, hogy lóg az eső lába, bármikor leszakadhat, viszont ha Nyírmáton falváig sikerül, akkor már a lomkorona sétányt azt csak megnézem, ha már ilyen közel van, meg hát ameddig lehet, még megyek. Mert aztán majd Debrecen-Mátészalka vonalon keresztül kell visszajönni. Nyilván, de Debrecenben csak nagyvasúton tudok majd visszajönni, tehát minimum Nyírmáton falváig el kell menni, hogy mi úton keresztül vissza tudjak jönni. Valamelyik nagyvasúti, Nyíradony vagy Nyír Mihály az, amelyik játszik.